kell állítanom valamit. Mi az anyátok kell megint átállítani? Eddig mit csináltál? Jó, oké, Csabi kilépett, akkor addig jelentek egy plandert. Másfél órát a gépet állította, utána 3 órán keresztül pizzát evett, és azzal kezdi most, hogy kilép. Most tényleg az az ember magyaráz nekem, bazd meg, aki egy számítógépet nem tud bekapcsolni. De nem is próbálom, bazd meg, te viszont csak próbálkozol, de nem sikerül. Na, most már akkor foglalkozunk a játékkal, légy szíves? Sztártapulé, mindig elfelejtem, hogy profizmus van. No, az. Geri, gyere már a vonatra a következő... Ne ugatjál már, most haltam meg negyedszer, mindjárt szétrobbanok, ne magyarázz már, nem tudok eljutni odáig, mert mindig valami kasú fasz bejön mögé. Kasú fasz! Fennakadt a fán, amit kértem, légitámadás. Az isteni teki! Szarrá lőm az erdőt, nézd oda! Köcsög erdő! Fájdalom? Igen? Nem. Ja. De hát, ha meglepjük őket, és akkor jól elszedünk mindent. Az jó. Megtévesztő, azt hiszik, hogy azt hisszük. Ez érdekes, Csabi. Azt hitt, hogy nem lehet hozzá csatlakozni, mert 41 minusz 13, 5. Számolt ki. Én bejoinoltam invazív módon. Akkor most a Mikey miatt már ki is vagytam. Na hát... Passzom be aludni, vagy etesd meg a lovakat, azt mi hadd játszunk. Egyértelmű, hogy semmi értelme annak, amit mondanak, hogy mit csinálj. Indítsd újra a rúteret, mert... Mit segítene ebben a helyzetben? Ez olyan, hogy verd ki a falkod, az attól jobb lesz a számítógép. Próbáltad, Csabi? Viszont, hogy ezen a helyzet, akkor Gergőnek a legjobb gépe lenne mindenkiről közöttünk. Hát én még egyszer se fagytam kijelezném. ez igaz. Jó, hogy jöttél, Csabi, úgyse volt már kedvem játszani. Kifagyott. Tényleg? Nem. Ha. Szóval itt most csapatként kéne dolgozni. Tudom, hogy nehéz. Hogy? Légy szíves, ne váltsál idegen nyelvekre, miközben beszélsz hozzá. Hol vagy, Balázs? Föl kéne szedni, Balázs? Hol van? Jó, oké, Mikey. Hát szerinted mi az anyám, én nem megyek? Mert lőnek rám is két oldalról. Szerinted ilyenkor én láthatatlanná válok, és szárnyaimmal oda lebegek, és a farkamból a homlokodon keresztül életet lehelek beléd. Hát ez lenne a minimum, bazd meg. Hát én lehet, hogy megváltoztatom a pontot, ahol vagyok. Mindenki ért, tehát minket most már belehúztál, akkor most változtál. Bazi, ne menj ki, Bazi, ne menj ki ebből a házból. Én nem megyek ki, csak ez... Jó. Az igen. Az kedves egészség! Valakire kereszte a fizéje, matraca. Hol kell menni oda? Ott van egy izéje, a korlát az adott. Létrának. Korlát? Ez fingás volt? Ez mi volt? Ez fing volt? Ez létezik, hogy ez fing volt? El kellett, hogy fogyjál, ha ilyet fingottál. A feleséged kevesebb levegőt szorít ki a térből, mint amit most beküldtél oda. Ugorjunk a gulágra, akkor nem kell messzire menni, ha meghalom. Mi kéne pénz, Gergő, adj már pénz, gyere ide! Szépen kérjed már, gyerek. Szoptassal, aki adja pénzt. Ha így kéred, akkor adok. Tesó, tesó, hogy nézem már, hogy mennyi az idő? Köszi, szavaztok. Tesó, van egy kimenő, cigire kell. Nincs. Szerintem mindegyik agyhalott, retardált. Kicsoda? Akik ellen játszottunk. Miért? 8-at öltem. Ja. Más magyarázat erre nincs. Ez hülye. Jó, Mikey, ne értékel túl magad, nekem is lehet szerencsém. Figyelj, egy menetem volt egész életemben, ami jó volt, ezt még egy ideig fejni fogom. Szeretném a mokórát megállítani. És? És a Balázs száját tele okizni. Mire? Mire válaszolnád a Gergőt? Mert nem figyeltem. Hát, hogyha azt mondanák, hogy valaki... csapatba, kettőbe jöjjön velem. Ha én nem, hogyha válaszolnál, akkor sem mennék veled, szóval azért nem válaszolsz az alap. Íputka! Íputka! Hogy jöttünk, hogy mondjuk íputkát?
Nyíputykát tegyetek nekem, nem kell más. Kész meg nyíputyka. Jaj, bátya, csak egy ilyen nyilazósat, na. Szia, uram, van egy nyíputkád? Mi a baj ez így? Nekem semmi, mert 4 perc múlva ugyanezt a repülőt fogom nézni, hogy egy játékot indítunk. Igen, Csavi, akkor is megöltek volna 4-en. Azaz, pumpáljad. A szép volt, és nem a szép, az is. Jaj, nem hiszem el. Pedig hogy kicsinálták kettőt? Ó, köszi Gergő, oda is jönnek. De ez most olyan de mindenhova mennek, pasztaliga. Jaj, jól van. Pasztaliga. Menjük a nagy passzom izével, kocsival? Mert az ott van. Ahol megölték épp most a Mike-ot. Baszki. Hoppá, igen. Valóban itt vannak. Bazi, adjuk a picsába, 2-4 ellen. Ezért most megyek be a gulába, ahol 13-ból egyszer véletlen nyelek, amikor afkol az ellenfél. Na. Ez az, megint ezt a fostalicskát kapom, bazi. Itt nyomkodnod kell a ramasztőből. Ez az, anyád, milyen headshot! Milyen headshot volt, azt rárántos, odahúzós, mert erről beszéltem, látod? Mi a terv, Gergő? Felmaradsz, addig ameddig lehet, és akkor lehet, hogy bemaradsz az első 10-ben. Először öld meg őket, és utána keresi a pénzt, jó? Aha, jó. Hát, onnan futni kell. Jézusa! Jézus! Bla 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 bla. Ki magyarázza, hanem fogadd el az invet. Ez igen, Mikey. Na jó, és Mikey tud dotraki, jól úgy néz ki. Tele van pakolva szírszarokkal, meg én igénytelen. Ilyen pöcre volt nyírva minden. Gyönyörű szépen meg. Jó van, fogd már be a pofád. Ja, akkor ennyi. Akkor kap be a faszon, te kérdezted. Nem tudom, amikor Bazsi beszél, akkor nekem így kikapcsol az agyam. Ilyet, hogy például drónot hogy lehet használni, fogalmam sincs. Drónot. Drónot. Azt mondtad, hogy drónot? Drónot, igen. Drónt, te angliai fasz. Hát itt van egy roma! Jaj, te ellenőrzöl. Uh-huh. Mi lettél, bazd meg, rendőr? De csak etnikumokat vadászok. Épp. Úgyhogy le vagy tartóztatva. Létezésért. Oh. Akkor óvatosan, mert néha, amikor annyitban benne vagyok, akkor ő is etnikum lesz. Az, és viszi tovább, mi van? Tele a bendő, csikánó, azért de vagy ilyen jó pofa, bazd meg. Hogy tovább vittem, én? Megettél pár albán kisgyereket? Mondjad. Ah, Geri kérdez, hogy ki az, kinek van ilyen buzis neve, hogy B-Ready. B-Ready? Nem, én azt hittem Freddy. Freddy. Tökéletes, úgy is. Mondd meg neki, hogy pontosan tudom, hogy te nem mondanál ilyet soha, mert ismerlek már régóta, és tisztáljuk vele, hogy ő kezdeményezte ezt a homoszexuális jelzőt az én nevemre. A Csabi nem mondana ilyet. Túl tiszta a lelke, és a vasárnapi miséken túl sokat kéne imádkoznia, hogyha ilyeneket beszélne. A Gergő, szerinted ettem ma Costco cookies-t? Szerintem megettél egy csomag, amíg kijöttetek. Szerinted fizettem érteket? Ezt figyelj, adták a vásárláshoz, ki volt írva, hogy... Gondolom összeválogattál magadnak egy doboz fehér csokisat, megetted és parasztba leraktad valamelyik kosár mellé. Csak simán leraktam oda szépen valahol. Nem fogsz felszedni, jó, akkor meghalok. Ja, elütöttek, láttad? Kinyitott a dobot, hogy megint elvettem mindent. És hogy örül? De hogy őszintén, ez miért jó a múlt, mert a végén akkor jobb, ha neked írja azt a több pénzt, amire én leugrottam. Erre feláll neki, de csak az idegeskedésedre tudja kiverni. Így van. Az igen, szép volt Mikey, team vibe! Arra gondoltok, hogy ezek hogy szakadnak most a rölgéstől? Hogy a pilóta, hogy kinyírta az egész csapatot. Valószínűleg nekik is van egy nikoszuk. Befekszem mögéd, rajtam térte ezt, de nem dugnád belém azt a szart. Mint egy elhanyagolt feleség. Nem baj, legalább ölték. Így van, köszönöm szépen. Most megtanultad, hogy mi a prioritás. Ha már a Gerit nem dugtad meg. A játékot leállítottam megint, mert napközben a videókártyán csináltam valamit. Csabi, egyébként ha már valami egyszer működött, az miért kell hozzányúlni? Miért ne? Nem, miattad van, te debil b***.
Mert állandóan üzét játszó megmester, mert te állítgatsz, csak nem értesz hozzá. Csabi, másik oldalt, kettő mestervész, itt. Megmindegy, meghaltam én is. Ne! Ups, szegénykém nem ért le. Most hát lehet, csak meghal. Ubiat tottat a házszettem. Az nyugtasson, hogy én, ha velem szembe vannak, én akkor is vert helyzetből indulok. Sőt, ha én tudom, hogy ő hol van, ő meg még nem tudja, nekem akkor is vert helyzet van. Visszamondjak, érted a kocsival? Rövidít az úton szerinted? Akkor igen, ha úgy látod. Valami lő. Hülye f***. Nem látok a senkit, se nem látok a Mikey. Ütöget, miért ütögetsz, Mikey? Vedd be a gyógyszered. Még kell töltény, meg minden fiszhoz, menjünk abban. Oda fölmegyünk a hegyre. Ne, minek? Mi van a hegyen, Mikey? Fák, nem tudok levéllel lövöldözni. Egy kicsit a csúnya szavakat csökkentsük már, nem tudom. Elég kurva vagy, Csabi, mit nem mondjak. Egy hurigán. Ez az. Ez szép volt, Csabi. Faszom. Egész jól céloztál amúgy. Ne lőd szét. El fog robbanni. Hoppá, ezt engem szétvágott a proper, szétvágott. Ez így van, a Csabinak semmi esélye ne legyen. Ez az. Hop. Na, jelöljek? Igen! Na, Csabi, te leszel a líder, bele fogsz tanulni. Jól fog menni. Megvan a motiváció, te mindig okoskodsz, úgyhogy menni fog. Ja. Ez ilyen kamu sniper, mert ez nem néz messzire. Rossz lyukat ilyen... nézel. Ne, ha, igen. Mondjam azt, hogy iszonyat állatok vagyunk, vagy mi? Á, nincs bírás, nem ér? Nincs bírás. Jó Isten, mit műveltünk kettő emberrel, négyen? Anyád, hülye vagy! Ez igen, ez arcol ütő. Kész, úgy látom, kész a kávé az emeleten. Baszki, másfél méter mélyen bejött a láng az alattatok lévő szinten is. Hülye vagy, elrántottam a fejemet, azt vágod? Ez jó! Én nem láttam még ezt a skullot, de ez egész jó. Elnézést, még annyit ott jelölgetem. Állandóan hát, ez jó. A személyeskedés. Amennyiben anyám is a vonaton van, úgy semmi akadályát nem láttam. Én... Megpróbálok most autól érni titeket. Nikosz, te egy kilométerre vagy, hogy tudtál elvergődni egy kilométerre? Hát ez egy nagyon jó kérdés. Azt megpróbáltad egyébként, Nikosz, hogy az autóval felénk jössz? Most már igen, most azt ne. Próbálom nagyon. Ez egy egész jó tervnek tűnik. Látjátok, hogy a hullám itt van? Hát azon. Akkor tudsz magaddal csókolózni. Igen. Ha van nálad egy kis szikszalag, akkor kis tudod verni magadnak. Érdekes. Mennyit öltem, bazmok? Fú, Nikosz. Nem, szóval mondtam, hogy leszállt a vonat hátuljára! Leszállt a vonat hátuljára! Megyek vissza erre a double cash-ra. De három rajtam. Jó, bassz meg. Abból úgyse fogadni. Abból nem tudok. Hogy te tudnál? Gyöké. Ami rajta van, az hogy? Ezt még én se értem. Hogyne? Ja, mindegy, de hát ha az a lényeg, ha a Nikosznak kéne abból adni, akkor az ő hibája, hogy nem lehet. Értem. De miért nem? De, nem vitatkozom, csak nem értettem eddig. Na, mondom. Úgy nagyon sokan jönnek. Ó, leszedtek, Csabi! Ez az, Csabi. Öld meg. Jaj, nem tudtam megölni. Self-revive, bocsi. Azaz. Elmondom a jelenetet, amit láttam. A Gergőt szedem föl, a Nikosznak ajtón kívül áll és nézi a lépcsőt, hogy jönnek fölfelé ketten. És a következő pillanatban meghaltam, a Nikosz meg ott áll és nézi őket. A szokásos, jöttek föl a lépcsőn. Én megnéztem a lépcsőt.